De most nem mondasz semmit, Kata. Kedves nagy András, mit óhaj? Úgy hát kisasszony, csak hoztam a papírokat a listát, ahogy kérte. Igen, és a szállítás az el lesz intézve? Igen, hogy ne. Csupán az ebédlő bútorainak kell majd egy 8 méteres platós kocsi. 8 méter? Igen, csupa nagy darab. Francia, barokk, német reneszánsz bútorok. Értem. Igen, és van továbbá egy férfi háló, igen, egy női háló és egy vendégháló. Igen. A férfi hálóban ugye késői francia barokk bútorok vannak, a női hálóban égetett stájerparaszt bútorok. Igen. És aztán a vendéghálóban van az a nagy, 15. Lajos korabeli ágy. Ágy is van? 2 méter 26 centi széles. Kézifestés, korabeli miniatűrök. És elő középen van egy csodálatos feneke, egy fekete, csodálatos fekete faun, egy kapálózó nimfával. Az ember szinte látja, hogy küzd az elraboltatás ellen. Itt a lista. De mégis látszik a szemében valami... Mi látszik a szemében? Valami vágyakozás. Vágyakozás, kérem. Igen. Folytassa, kérem! Van továbbá még 4 muránói üvegcsillár és egy velencei tükör. Na, várjál, kérem! Maga honnan tud ilyeneket, hogy muránói üvegcsillár, meg hogy égetett stájer? Ezeket honnan tudta? Ha az ember ugye jobb helyen sofőr, akkor... Ja, igen, akartam is mondani, hogy mondom, hogy minden maga sofíroz. Szeretnék megtanulni vezetni. Hát kisasszony, miért nem jó az magának, hogyha én vezetek? Mert nem! Oh,